Szuper Stereo Friss HS7 áldolgozásáért Szűcs Krisztián ismét stúdióba vonult. Ki ne ismerné a kultikus zenekar, a Heaven Street 7 Hol van az a Crazy srác című örök klasszikusát. A fátyolos alter sanzonhoz olyan ráérzéssel nyúlt most hozzá az elektropop zenész, Szuper Stereo, hogy az egykori együttes frontembere, Szűcs Krisztián ismét bevonult a stúdióba és a kamerák elé a kellemes pulzálást és önfelett hangulatot idéző ádolgozásért. Lassan 22 éve annak, hogy megjelent a HS7 mindent elsöprő nagy lemeze, a Cukor, és megismerhettük a banda történetének egyik legismertebb darabját, a Hol van az a Crazy srác című örökzöldet. Bár az együttes 7 éve már aktívan nem alkot, szívesen fogadta a népszerű DJ-ő producer, Szuper Stereo felkérését. Egy volt zenésztársam esküvőjére készültem, amikor a kezembe került a Hol van az a Crazy srác zenéje, és gondoltam, kicsit leporolom. Nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy megmutassam a zenekari tagoknak, akik annyira lelkesedtek az új verzióért, hogy maga Szűcs Krisztián újra felénekelte a számot, mesélte Laskai Viktor, azaz Szuper Stereo. Az elektronikus előadó egyébként kényelmesen mozog az alternatív zene világában is, hiszen a Péter Fibori Love Band egykori dobosaként ismerhetjük, de kiemelendő a Bent a neved című megahitje, amire még ma is tömegek kapják fel a fejüket. A közel 7 éve megjelent dal nemrég a Spotify hazai viral listájára is felkúszott, ahol több mint 2 millió streamet tudhat magáénak, a hivatalos videóklip pedig már a 23 milliós össznézettséget is túlszárnyalt a YouTube-on. Szuper Stereo legújabb zenéjétől is hasonló libabőrt várhatunk, hiszen az együttműködők kiválóan ráéreztek arra, mi minden felfedezni való rejlik még ebben a HS7 slágerben. A Hol van az a Crazy srác ádolgozás ráadásul egy vadonatúj klipet is kapott, amiben a Crazy srác és régi lány alter egói kapják a főszerepet, akik amellett, hogy több ikonikus budapesti helyet bejárnak, egy kávézóban összetalálkoznak az alkotókkal is osztotta meg a Magneton Music Group.